Benczúr Lászlóval van szerencsénk beszélgetni, aki az összes létező olyan díjat besöpörte, amit építészeti kategóriába be lehet. Mi az ön filozófiája, hogyan áll egy épület megtervezéséhez, ami talán több is, mint egy épület, amikor elkészül? Nem vagyok sepregető, ezek valahogy így jöttek ezek a díjak. Talán egy kicsit úgy is mondanám, hogy lehet, hogy, hogy érdemtelenül, mert hiszen nálam sokkal komolyabb és sokkal nagyobb építészek élnek még itt Magyarországon is, de hát az Úristen valahogy így hozta, és hát végül is nagy öröm a számomra, hogy ezeket a díjakat megkaptam. Hál' Istennek nagyon sokféle épületet tervezhettem az életem során, és ezek az épületek ténylegesen nagyon változatosak voltak. Természetesen nagyon nagy helyet foglalnak el a munkásságomban a templomok, és ezek mellett egyéb egyházi épületek is, de terveztem irodaházakat, uszodát, egyéb sportlétesítményeket, terveztem, részt vettem a tervezésében a Duna hídnak, a Megyeri hídnak, részt vettem a tervezésében a Millenáris parknak, tehát nagyon összetett. Terveztem gyárépületeket is, raktárépületeket is, és terveztem autószalonokat, iskolát és egyebeket is, úgyhogy ténylegesen azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokféle tervezésben vettem részt. Ez azért is öröm a számomra, mert nem tudom igazából beskatujázni magam. Nem tartozom egyetlen egy úgynevezett irányzathoz sem, saját magam útját járom, és saját magam erkölcsi és minőségi igényeinek kívánok megfelelni. Azt hiszem, hogy azt, amit kaptam az Úristentől, képességet, azt igyekeznem kell minél jobban kihasználni, és minél jobban felhasználni, elsősorban a közösség érdekében. Mi volt a legnagyobb építészeti kihívás? Én nem tudom megfogalmazni, vagy megmondani, hogy melyik a legnagyobb építészeti. Mindig az a legnagyobb építészeti kihívás, amivel éppen foglalkozom. Hiszen egy híd tervezésében részt venni is egy nagyon bonyolult dolog, mert hiszen soha nem voltam részese ennek, tehát meg kellett tanulnom nagyon sok mindent ezzel kapcsolatban. De hát egy autószalon se különb, azt is azért meg kell tanulni. Tehát minden egyes alkalommal újabb és újabb kihívásoknak kerül szembe az ember, és ezeknek a kihívásoknak kell valamilyen módon megfelelni. Ez lehet a közösség által igényelt minőségi követelmény, vagy funkcionális követelmény, lehet egy cég által megkívánt követelmény, lehet igazából a hely szellemének megfelelő kialakítás, ami egy nagyon fontos dolog egy építész számára és az építész életében, hiszen a hely szelleme, a genius loci, az nagyon sok mindent meghatároz, ami aztán utána a későbbi megvalósítás során be kell, hogy teljesüljék. Az építész természetesen akkor cselekszik helyesen, hogyha a elvárásoknak, a követelményeknek és minden egyéb más olyan előírásnak, ami itt egy épület tervezése során előjön, meg tud felelni. Persze ez nem maradéktalan, mindig vannak olyan kompromisszumok, amiket meg kell hozni, de ezt mind annak az érdekében teszi az ember, hogy nem csak azt a közösséget, nem csak azt az építetőt, nem csak azt a megrendelőt szolgálja a tervezésével, aki megrendelte tőle az épületet, hanem azt a közösséget is, amely közösség ott lakik e körül az épület körül, vagy ott él e körül az épület körül, hiszen ő rájuk is hatással lehet az épület. Ez akkor tulajdonképpen a művészet egyik legmagasabb foka, hiszen a használhatóságot és az esztétikát és a többi egyéb tényezőt, amiről beszélt, azt ötvözni kell. Művészetnek művészet. És azt kell, hogy mondjam, hogy az építészet az egyetemes kultúrának a része. Tehát nem tekinthetünk el ennek a művészeti részétől. De ugyanilyen fontos a technikai rész és a technikai elemei egy épületnek, hiszen annak az épületnek nagyon sok mindennek kell megfelelni. Tehát nem csak esztétikai, hanem fizikai követelményeknek is. Tehát egyben művészi tevékenység, de egyben mérnöki tevékenység is az építész tevékenység. Aki ezt tagadja, az nem mond igazat.